uralkodóink és családtagjaik csontjait tartalmazó 216 darab fémláda az év folyamán megfelelő biztonsági intézkedések mellett elzártan őrzi az ott nyugvók méltóságát. Tudtuk meg Libor Csilla antropológustól. Mind a hőmérséklet, mint pedig a páratartalom ellenőrizve van az év során is, valamint ilyenkor is, és maguk a csontok úgy vannak elcsomagolva, hogy az acélláda is le van szilózva, valamint azon belül is egy elzárt műanyag zacskóban vannak, így igazából a külső hatás így nem éri különösebben őket. Így most idén le is ellenőriztük, hogy milyen állapotban vannak, ugye 20 évvel ezelőtt lettek elhelyezve, és teljesen ugyanabban az állapotukban vannak, szóval eddig jónak bizonyult az, ahogy ellettek akkor rakva. A nemzeti ünnep alkalmával a tárlatvezetéseken a történelmi érdekességek mellett az antropológus munkájáról is kaphattak információt az érdeklődők. Kint egy PPT-s előadást tartok előtte. Igazából arról beszélek, hogy egy antropológusnak milyen lehetőségei vannak és milyen korlátai, és a társtudományokkal együtt igazából mi mindenre tudunk fényderíteni, valamint utána interaktívabb beszélgetést tartunk, hogy kirakok csontokat, amin meg tudom mutatni a nemi jellegzetességeket, valamint néhány betegségre hoztam példát, és akkor igazából ott jobban lehet kérdezni, és én megpróbálok válaszolni a kérdésekre. Beazonosított csontokat láthatnak a látogatók? Nem, ezek szormány leletek, szóval ezek nem konkrétan az osszáriumból való csontok, mivel azok elzárva vannak elhelyezve, azokat nem bolygatjuk meg ilyen alkalom miatt. Az osszárium évente egyszer látogatható, így a királyi napok után hétfőn ismét bezárják a Szent István Király Múzeum munkatársai.